Mondjuk el a sértettséget. Azonnal elhatározta, akkor nincs már sárga, megyek színésznek továbbra is. Azonnal elment. És ebben az időben hogy közöttük az emberek, talán az ilyen nincstelen emberek gyalog, meg alkalmi tekereket. Elment Pozsonyba, nem talál színtársulatra, elment Győrbe, nem talál színtársulatra. Mit fogsz tenni? Haza változott Dunavecsére, ahol az apja éppen kocsmát bérel. Ő volt a jó öreg kocsmáros. Tudjuk a versekből. Na most az anyja kérésére ment el aztán Dunavecséről Selmecre, és vette át a bizonyítványát, a hatodik osztály bizonyítványát. De hát akkor már 1841. július nyarat nyújtott. Gondolta elmegy Pestre, hát éppen csak alig tartózkodott ott, tovább indult Veszprémbe. Tudjuk azt, hogy a mai Matkó cukrászda fölötti emelet részen szállt meg, innen tovább ment Füredre, ezek voltak az ő vámkori évei. Átkelt a Balaton. Somogyba érkezett. Somogyba tovább gyalogolt és elment Odorába. Odora ebben az időben elég gazdag település volt. A irodalom történetből onnan ismerős mindenkinek, gondolom, a Odora település név, hogy Ijjér Gyulának volt ez a gyerekkorában ugye az otthona, Odora, egész addig, amíg szülei el nem váltak, illetve a édesanyja Pestenem indult, így, hogy Ijjér Gyula aztán Pestenem fel. Na de akkor Petőfi Sándorunknak szerencséje volt, mert ott állt egy színtársulatra, Odorán. És mindjárt beállt Csepsi Károlynak a hattagú színtársulatába, és fel is lépett a Perestei Nótárius színműben, tehát válaszára. Ez a színtársulat hamarosan történt. Úgyhogy kénytelen volt ekkor elhatározni visszaérteni pápára. Így történt, hogy másodszor is ide érkezett. Igen, 1841. októberében érkezett ide, és hát ki volt megint a segítségére? Szarci Lajos, a tanár. Aki ekkor keresetet is szerzett nekünk. Mégpedig egy, azt hiszem, horvát nevezetű ügyvéd, a lányát, Lenkét kellett tanítania, és ezért ő kapott posztot és pár forint fizetést. De hát sajnálatos esemény történt meg. Lenke, a tanítványa, akit oktatott oszkolai tudományokra, 1841. decemberében elhúzott. Ez alatt az időszak alatt, a pápai évek alatt Sándorunk, ha jól emlékszem, Gyulát utca volt, ha jól tudom, mindenesetre az Ókollégium mellett egy földszintes házban lakott, ez 1873-ban még egy emléktáblát is helyeztek el a Vésőrendszerűen, jól emlékszem, és 1841. októberétől, hát továbbra is Orlai Petri Csomával lakott együtt a unokatestvérével. Ebbe a házba gyakran meglátogatta őket Jókai Mór, aki máshol lakott ugyan, de itt ismerkedett meg a református kollégiumba a nála két évvel idősebb Petőfi Sándorral Jókai Mór, és ez a három fiatalember nagyon emelkedett szellemű, élénkesztő fiatal emberek voltak, nagyon sokat beszélgettek ott ebben a földszintes házba. Nos, folytassuk a történetet, az a lényeges, amivel már kezdünk a végére jutni. 1842-ben, egyébként a nyarában, a júniusában végzett Petőfi Sándor a 7. osztályba, jó eredménnyel, de akkor volt egy nagy irodalmi sikere is mindjárt. Az történt ugyanis, hogy egy pályázaton indult,
színhelyére valami szív és lép, vagy mi volt ennek a címe, ezzel irodalmi díjat nyert, 2 aranyat. Dicséretet kapott egy balladája is, és ugyanakkor elszavalt egy verset korabeli lenget öltözetben, és ez óriási taxihat látott ki, az Olmos Botok című vers. A jelen volt Eszterházi Pál herceg, még a 2 arany jutalmat még egy aranyjal meg is szólította. Ez egy látványos siker volt. De ugyanekkor Orvai Petrit Soma is nyert ezen a pályázaton, és Jókai Jónás is nyert díjakat. Na most nem mehetünk el csak ezen látványos siker mellett, mert volt egy nem látványos sikere is, ami talán nagyobb jelentőségű a későbbi költői pályáján. Ez pedig a következő volt. Még 1842. áprilisában írta a Borozó című kötetet. Most ezt elküldte a kor legnagyobb irodalmi kritikusához, Bajza Józsefhez. Bajza Józsefnek megtette ezt a verset, és mindjárt irodalmi újságjában, Ateneumban le is közölte, aztán májusban már meg is jelent ez a verset. Tehát ez volt nyomtatásban Petőfi Sándornak az első verset, de nem, még mindig nem Petőfi név volt. Hanem még mindig csak Petrovics Sándor név volt. És csak amikor már elhagyta pápát, azt követően, azt hiszem, hogy a Hazámban, vagy a Hazámban című verse jelent meg először Petőfi Sándor néven. Álljunk meg itt egy pillanatra, ezeknél a neveknél. Én azt hiszem, hogy eléggé fontos. Hát csak gondoljuk meg, hogy Mário akkor egy magyar hangzású nevet választott magának. Magyar verseket. A Petrovics névből meghagyta a Pet első szótagot, és jó nyelvi fantáziával egy hangzatos magyar nevet választott magának. Itt aztán már mehetünk is tovább, mert azt hiszem, hogy be is fejezhetjük ezt a gondolatkutatást, és rátérhetünk akár ezekre a név dolgokra, hiszen álljunk meg csak. Hát Jókai Móricznak is megváltozott a neve valamelyest. Hát ugye eredetileg úgy anyakönyvezték, hogy Jókai Y-nal és Móric TV-vel. Hogy lett ő Jókai Móricz? Jó, később. Ő azért Jókai Móricz néven jelentette meg először a regényeit, amelyek egyre nagyobb visszhangot, irodalmi visszhangot lehettek, le is fordították külföldi nyelvekre és franciára is több könyvét, úgyhogy már kezdett irodalmi rangja lenni egész Európába, amikor bemutatták Jókai Mórt a francia nemzetgyűlésben. Mi a neveknek a szerepe? Hát csak gondoljuk meg a következőt, az őt bemutató képviselő, francia képviselő úgy mutatta be, hogy Monsieur uraim, itt van Jókai Mór magyar író, stb. Hát a képviselő közömbös arccal, egy ismeretlen emberre tekintettek a bemutatott magyar íróra, amikor észbe kapott az ő bemutató képviselő, és azt mondta, hogy uraim, Monsieur, és akkor már francia kiejtéssel mondta a nevet, bemutatom önöknek Móri Csokit. És ebben óriási tapsvihar, és kérem szépen fölállt a nemzetgyűlés, és itt a... Tehát ez a neveknek a szerepe. Mehetünk tovább a neveknél, Ár István például. De hát csak gondoljuk meg a következőt, hát Ár István kinek volt az öccse? Nagy Lászlónak volt az öccse. 13 évvel fiatalabb volt a bátyjánál. És azért, hogy azért rosszul jött volna ki Nagy László Nagy István. Tehát neki meg kellett magát különböztetnie. Ő ilyen okból változtatta meg. Jókai nem ilyen okból, Jókainak plebejus szelleme diktálta azt, hogy az Y-t cserélje ki normál ügyre. Ág István esetében nem ez volt a helyzet. Tehát mindig más és más a helyzet. Adott esetben.
Na, hát én például mondjuk én ragaszkodom a búzás névben a vesztőhöz, a hosszú úhoz. Én azzal különböztetem meg magamat a többi búzástól, akik rövid úval írják a nemzüket. Hát azért mindenkinek, az alkotó művészeknek gyakran művésznevet is kell változtatniuk, választaniuk, és ennek igen nagy szerepe van az identitás érzés kapcsán is. Tehát menjünk tovább Ági István esetében, ő nem itt végezte Pápán az iskoláit, hanem Tapolcán, de nagyon gyakran járt ide Pápára, és látogatta meg a bátyját, aki itt tanult. Mikor tanult itt Nagy László? Ugye úgy történt, hogy egész pontosan 1941-ben került ide a pápai iskolába. De előtte már ő 39 és 41 között 2 évet magánúton végzett, és 1 év alatt végezte a 2 évet, és 41-ben került ide, 1941-ben a polgáriskolába, de 45-ben érettségizett a református kollégium kereskedelmi iskolájába. Ez meghatározó 4 év volt Nagy László számára, itt bontakozott ki költői tehetség, és a későbbi kötete, ami nem ezekben az években jelent meg, hanem jóval később, 1949-ben Tűnj el pályát címmel. Ez volt az első kötete, de azok a versek, amiket itt írt korábban, azok ebben a kötetben már szerepeltek. Nem tudom, hogy ki tudná megmondani azt, hogy nagy ön, vagy hát már tegeződtünk, akkor bocsánat kérek, hogy ezt keverem. Tehát meg tudja valaki mondani a kicsülők közül, hogy ki volt az a tudom kutató, aki Nagy Lászlónak a pápai éveit, a pápai történéseket fölkutatta, és kötetbe is aztán megjelentette. Tudja valaki? Nem? Hát kérem, itt ül a Jókai sorozatban jelent meg, és pedig már itt kukcsolok című kötetben Nagy Lászlónak a... Én csak összefoglaltam azon... Na jó, pontosan elég van. Pontosan elég az felkutatta, keresztény Zoltán, hogy mi történt itt Nagy Lászlóval ebben a döntő 4 esztendőben, és aztán ebben a sorozatban meg is jelent a Jókai sorozatban, már itt szól címmel ez a kis kötetet. Az igazsághoz tartozik, hogy egy Huszár tanár úr és azok a diáktársai, amit Nagy Lászlónak a polgáriban diáktársai voltak, a megemlékezései, visszaemlékezéseit gyűjtöttük egybe, ebbe a kis füzetkébe, illetve a saját emlékezéseit kapváros. Hát nem csak egy kis behatóban kell majd foglalkozni a keresztény Zoli. Igen. Zoli-Rudon kutató tevékenységével. Megfelelően ő lesz a vendég. De hogyha már itten elkezdünk szerénykedni, akkor én hadd szerénykedjem tovább. Ugyanis az én Zoli barátom sem tudja, hogy nekem is van valami személyesebb közön Nagy Lászlóhoz. Hát nem az, hogy volt valami, amikor még a Hajdan létező Veszprémi Napló című újságban egy oldalon jelentem meg Nagy László egyik másik versével, de nem erről akarok szólni, hanem arról, hogy ugye ők Iszkádon születtek, Nagy László is és az öccse is Ági István, ott nevelkedtek egy parasztházikóban, és aztán, amikor már igazán nagy kultusza volt Nagy Lászlónak, amit ugye elősegített persze Kerecsi Zoltán is, akkor az volt az én sorsom egy érdekes epizódja, hogy rám esett a választás, hogy én szervezzem meg, irányítsam ennek a háznak, az ő szülőházuknak, iszkádi szülőházuknak az emlékmúzeummal történő berendezését.